Mostopói Község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának ma volt ülése, amelyen elemeztük az aktuális helyzetet, elemeztük azt a helyzetet, amely nyilvánvalóan nyugtalanítja a közösséget, nyugtalanítja a közvéleményt, ez pedig a gyűlöletbeszéd kérdése itt Topolyán, a tolerancia fővárosában. Egyértelműen megállapítottuk, hogy azok a billboardok, amelyek az Entei úton megjelentek, és amelyek arról szólnak, hogy a magyar fasiszták nyomására egy személy, egy család ki akar költözni és eladja a házát Topolyáról, ez alaptalan, hazug, igazságtalan és sértő. Sérti a községnek a tekintélyét és az itt élő nemzeti közösségeket, független attól, hogy milyen vallásúak, illetve milyen nemzetiségűek. Topolyán, amely évek óta a toleranciát és a toleráns együttélést hirdeti, megengedhetetlen, hogy egyesek megsértsék ezt, hogy egyesek személyes frusztrációkból és érdekekből a gyűlöletbeszéden keresztül próbálják érvényesíteni érdekeiket. A Vajdaságban és Topolyán is a békés együttélésnek nincs alternatívája. És ezek az események mindenféleképpen független attól, hogy egy személyhez, vagy egy családhoz, illetve egy személyhez fűződnek, ezek sértik és bántják a békés együttélést itt Topolyán is, illetve Vajdaságban. Ezért a községi tanács olyan álláspontra helyezkedett, hogy elvárjuk az állami szervektől és a község, illetve az önkormányzat szerveitől, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket és lépéseket afelé, hogy elsősorban követeljük, hogy a községi felügyelőség azonnal távolítsa el azt a két billboardot, amelyen ez a sértő gyűlöletbeszéd jelen van. Ugyanakkor azt is követeljük és elvárjuk a községi önkormányzattól, hogy bűnvádi feljelentést tesz Martinovics Svetozár topolyai lakos ellen, aki egyértelműen a gyűlöletbeszéd szélesítésével, gyűlöletbeszéddel próbálta az érdekeit megvalósítani. Nem szabad és nem engedhetjük meg, hogy akár személyek, akár kisebb extrém csoportok, független attól, melyik oldalról vagy milyen oldalról érkeznek, hogy sértsék, hogy veszélyeztessék a békés együttélést, hiszen úgy Vajdaságban, mint Topolyán is a békés együttélés a mi sorsközösségünk. Az ülésen egyébként a tanács tagjain kívül jelen volt még Kókai Mernyák Melinda polgármesterasszony, illetve Holló István, a topolyai rendőrállomás parancsnoka.